Ösztöndíj és laptop is jár nappali tagozaton az első éves tanárszakos hallgatóknak itt a Nyíregyházi Egyetemen jövő szeptembertől. A kampuszon kiemelt helyet foglal el a tanárképzés, a kevés jelentkező pedig újításokra, fejlesztésekre ösztönzi az intézményt. 2022-es tanévtől kezdve az első éves nappali tagozatos, osztatlan tagozatos tanárszakos hallgatók 10 hónapon át 50 ezer forint ösztöndíjat fognak kapni, és jó hír, hogy nem csak a tanárszakos hallgatókat támogatjuk, hanem aki hozzánk jelentkezik és beiratkozik, azok a nappali első éves hallgatók laptopot fognak kapni. A sajtótájékoztatón elhangzott, a jövő évtől átalakuló képzési és támogatási rendszer annak köszönhető, hogy idén augusztustól alapítványi fenntartásban működik az egyetem. A modellváltással nem csak a szervezeti háttér, hanem a finanszírozás keretei is jelentős mértékben változtak. A működési költségeken kívül az alapítvány további fejlesztési forrás biztosításáról írt alá keretmegállapodást az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Ki kellett dolgoznunk egy 6 fejlesztési csomagból álló fejlesztési projektet, kijelölve a projektfelelősök személyét is egyidejűleg. Ehhez fontos az, hogy megkezdjük az ehhez kapcsolódó feltétes közbeszerzéseket, mind az árubeszerzés szolgáltatás, tananyagfejlesztés infrastruktúra vonatkozásában, hogy lehívhatóvá váljon ez a nettó 10 milliárd 300 millió, közel 300 millió forint. Soha nem látott mértékű fejlesztés az egyetem életében, aminek célja minőségi felsőoktatási intézmény megteremtése, minőségi képzésekkel, piacképes oklevelek kibocsátásával. A tanárképzés jelentős mértékben átalakul szeptembertől. A jelenlegi 4+1, illetve 5+1 éves képzés helyett egységesen 5 év alatt szerezhető meg a tanári diploma. Emellett emelt szintű gyakorlati oktatást is kapnak a hallgatók. Még jelenleg csak a hallgatók az utolsó egy évben vettek részt egyéni összefüggő gyakorlaton, az új tanárképzés rendszerében már az első fél évtől minden egyes fél éven keresztül tanítási és pályaszocializációs pályaismereti gyakorlaton fognak részt venni, és a közoktatás minden szintjén, hiszen ugye ez az új diploma nem csak az alapfokú, hanem a középfokú oktatásban is feljogosítja őket arra, hogy munkát vállalhassanak, taníthassanak. Új szakot is indítanak jövőre. A természettudomány környezettan tanárszak az országban mindössze 6 intézményben, köztük Nyíregyházán érhető majd el. A képzés sokoldalúsága miatt humán és reál hátterű diákok jelentkezését is várják. Felvételizni bármilyen tantárgyból szerzett emelt szintű érettségivel lehet majd. A képzés a Z-generáció képességeihez igazodva Z-szakként jelenik meg a médiában. Nagyon szeretik a szabad gondolkozást, nagyon szeretik a zöld gondolkodást. Ők már olyan fiatalok, akiknek ez az elsőrendű fontosság lesz. Vagy nagyon szeretik az elektronikus eszközöket, szeretik a digitális tartalmakat. Én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen az ő képzésükben, és a Z-szak az pont erről fog szólni, hogy a természetet és a környezetet úgy hozzuk be az iskolapadba, illetve vigyük ki a gyerekeket, hogy mindezeket a kompetenciákat vegyük figyelembe, és építsük be majd a képzésünkbe, illetve a pedagógus jelöltek felkészítésébe. A jövő tanévtől Mátészalkán és Kisvárdán is indítanak egyetemi képzéseket. A kampusz legfontosabb információiról a közösségi platformokon és videó megosztókon is tájékozódhatnak a felvételi előtt állók.